A második világháborút feldolgozó játékok halmaza igen méretes, de hogy az lenni szokott, csak töredéke az, ami igazán jól sikerült. Valamivel tán kisebb, de még mindig tekintélyes a valós idejű stratégiai játékok képzeletbeli halmaza is, melyek között szintén szép számmalakad jól sikerült darab, de igazán emlékezetes már jóval kevesebb. E kettő halmaz azaz a második világháborús, valós idejű stratégiai játékok csoportja pedig érthető módon eleve szűkösebb, és bizony alig egy maroknyi igazán jó játékot tartalmaz. Ezek közé tartozik, sőt akár éllovasnak is nevezhető a Company of Heroes sorozat, melynek harmadik részére cirka 10 évet kellett várni. Ugyan a Dawn of War harmadik felvonása kisebb melléfogásnak bizonyult, de az Age of Empires negyedik része már egészen meggyőzőre sikerült, bizonyítva, hogy a fejlesztők még mindig képesek szakértelemmel nyúlni a rájuk bízott témához. Nem csoda, ha hasonló elvárásokat támasztottunk saját sorozatuk a Company of Heroes legújabb darabjával szemben. Első ránézésre nincs is sok okunk panaszra, hiszen a két egymástól gyökeresen eltérő egyjátékos kampánnyal és többjátékos móddal, minden eddiginél több játszható féllel jelent meg a nem véletlenül legendás sorozat harmadik része. A hat hadszíntér ezúttal se nem nyugat, se nem kelet, hanem a Földközi-tenger térsége, ahol mindkét háborúzó fél seregeit csatába vezetheted. A szövetségesek oldalát választva az olaszországi inváziót élheted át, és ennél a sorozatban újnak számító hibrid megoldással éltek a fejlesztők. A stratégia térképen körökre osztott a játékmenet, ám ha komolyabb csatára kerül sor, akkor valós időben rendezheted a nézeteltérést. Ezek között vegyesen akadsz körmis és kicsit kötöttebb, narratívával ellátott misszió. Gyakorlatilag a szelernói partraszállást követően teljességgel rád van bízva, hogy seregeidet mely irányba terelgeted és mely csatákat játszod le. Végső célod így is, úgy is, ahogy a történelemkönyvekből is köztudott, a Róma kapujának nevezett Monte Cassinoi csata sikeres abszolválása. Addig azonban rengeteg ütközet és akadályvár legyőzésre, utánpótlásról, ellátmányról kell gondoskodnod, a harcban szerzett tapasztalatot pedig aktív és passzív képességekre válthatod, melyek még tovább könnyítik a dolgodat. A két rétegű, azaz a körökre osztott és valós idői játékmenetet ötvező stratégia ötlete persze nem új, hogy a kiadó berkeinél nem menjünk messzebb, a Total War sorozat is ilyen hibridként működik. Ám ahhoz képest itt a körökre osztott résznek negyed akkora mélysége sincsen, ami nem sokat segít a mesterséges unintelligencia sem. Normál fokozaton zéro ellenállást tanúsítanak a németek és olasz szövetségeseik. Alig indítanak ellentámadást, cél nélkül kocsikáznak fel alá, és úgy általánosságban az az ember benyomása, hogy inkább csak a végzetüket várják. A helyzet nem sokat javul a valós idejű csatákra sem, ahol a gép a többféle szkörmés közül egyik céljaiért sem képes számottevő módon küzdeni. A misszióknál túlnyomó rész a mesterséges intelligencia minden lépése, valamint támadása, és átlagban türelmesen vár, míg a csapatai közelében nem méz. Bár itt a néha pofátlanul alkalmazott túlerő kellő kihívást ne, de az abszolút passzív hozzáállás teljességgel illúzió romboló. És akkor még nem is beszéltünk a saját szövetségeseidről, akik aztán végképp haszna vehetetlenek. Az alasz csizma meghódítása közös brit-amerikai erőfeszítés volt, rövid egymás utánban három frontot nyitottak a szövetséges haderők. Ebből az egyik a csizma sarka nem a te irányításod alatt áll, de az ott állomásozó hadtestek csak békésen várakoznak arra, hogy végre történjen valami. A valós idei missziók némelyike során pedig a partizán ellenáll is számíthatsz. Már a nyílt utcán az MG42-es géppuskafészekkel való kamikáze szemberohanású stratégiai hasznát felismered, vagyis azt, hogy legalább addig sem rád lőnek a németek. Ha pedig már így sokat gyára szóba kerültek a nácik, akkor a tengely hatalmakat választva az észak-afrikai hadjárat vár rád, mely a már jól megszokott módon a küldetéseket egy meghatározott sorrendben zúdítja a nyakadba, ahogy rommel vezetésével egészen elállamelyni kergeted a briteket és szövetségeseiket. Közben megismerkedhetsz egy családdal, akiknek története a háború értelmetlenségére mutat rá, de ez csak egy kis mellékzönge, ami elvész a jól megtervezett küldetések során. Persze itt is jellemző, hogy a számítógép szellemileg visszamaradott üzemmódba kapcsol, de legalább kicsit okosabban adagolt a kihívás. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy itt egy fix kezdő és fix egységfelhozatalhoz írhatták a missziókat, és ezt felismerve már is egyértelművé válik a szövetséges kampány legnagyobb hibája. A bőkezően adagolt szabadságot egyik oldalon üdvözölheted, ám a másik oldalon veszítesz is vele. Ami nagy kár, mert egyébként a szíriára jellemző módon roppant látványos a játék. A csaták pedig még úgy is képesek eposzi benyomást kelteni, hogy valójában alig 8-9 egységet kommandírozol. A nyomodban maradó pusztítás, a tüzérségi csapás által ejtett kráterek nyújtott a domborzat, és a teljességgel rombolható környezet taktikai jelentőséggel is bír. Meg megálló páncélozat járműveid mögött a gyalogság fedezéket lelhet, melynek jelentőség egyébként is igen hangsúlyos. Egy nehéz fedezék mögé húzódó a gyalogsági osztag igen sokáig képes feltartóztatni az ellenséget, már ameddig oldalban nem támadod őket, vagy nem kapnak légi támadást, vagy egyéb kellemetlen robbanó meglepetést a nyakukba. Embereid nem szó nélkül masíroznak a halálba, ugyanis csapataid megjegyzései, kiáltozása és rádiózása a helyzettől is függ, és külön élvezet hallgatni az ízes brit akcentussal elégetetlenkedő bakákat. És akkor ott van még a játék szíve lelke, ahol mindez igazán kiteljesül, a több játékos mód. Ennek kipróbálására a megjelenés előtt csak korlátozott lehetőségünk adódott, ami alatt alig hallakulhatott ki bármiféle meta. Így aztán nehéz lenne ítéletet mondani a játék egyensúlyról, de a kőpapirolló elve mentén igen jól érvényesülnek az egymástól gyökeresen eltérő harcmodort követelő felek erősségei és gyengeségei. Mindenkinek van egy válasza mindenre, csak megfelelően kell alkalmazni. A jövőben érkező pecsekkel pedig minden bizonyal tovább kupálják, a játék amúgy nagyon feszes és pörgős, alaposan be terület foglalós részét. Egy szó, mint száz, a Campania Firos harmadik része hozza a produkciótól elvárt színvonalat. Egyedül a számítógép intelligencia faktora, vagyis inkább annak hiánya hagy maga után keserű szájízt. De ez a kompetitív játék érkezőket alig ha érinti, és a hangsúlyozottan kiemelt mod támogatásnak köszönhetően ki tudja, mi mindenre számíthatsz még a közösségtől. Komplett hadjáratok, egységek, térképek előtt állítva a kapu. A negatívumok és pozitívumok mérlege inkább utóbbiak oldalára billen, bár a kampányok korán sem szólnak akkorát, mint annak idején az első vagy akár a második résznél. Érzésünk szerint kicsit inkább biztonsági játékot űzött a relik, ami valamelyest érthető, de mindent összevetve nálunk 80%-nál többet nem ér meg. Ha szeretnél még többet megtudni a Company of Heroes 3-ról, akkor látogass el a PC Guru oldalára és dobj egy lájkot, like ha tetszett a videó és szeretnél még hasonló tartalmakat. Köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb!